A mai naptól lehet pályázni az Erzsébet programokra. Az Erzsébet programnak két fő eleme van, az egyik a szociális üdültetési, a másik pedig az Erzsébet tábor. Nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan várják már az Erzsébet programoknak a meghirdetését, hiszen gyermekek, családok százezreinek tudunk évről évre nagyon kedvező áron üdülési lehetőséget biztosítani. A szociális üdültetési program, amit a mai napon hirdet meg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, alapvetően három csoportot céloz meg, egyrészt a nagycsaládosokat, tehát a három vagy annál több gyermeket nevelő családokat, másrészt a fogyatékkal élőket és a nyugdíjasokat. Tehát ez a három csoport, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők és a nagycsaládosok várják a mai napon a pályázatnak a meghirdetését. Bízunk abban, hogy az idei évben az Erzsébet programnak köszönhetően, a szociális üdültetésnek és az Erzsébet táboroknak köszönhetően 250 ezer embert fogunk tudni nagyon tartalmas kikapcsolódáshoz juttatni. A szociális üdültetési programban, amit a mai napon hirdetünk meg, nagyon jutányos áron, nagyon kedvező áron tartalmasan kapcsolódhatnak ki a résztvevők. Ez azt jelenti, hogy egy felnőttnek a részvételi díja 5000 forint, ez a három vagy négy éjszakás turnusokat jelenti, egy gyermeknek a részvételi díja 2500 forint, és a három év alatti gyermekekért egyáltalán nem kell fizetni. Bízom abban, hogy mindenki érzi azt, hogy ez a mai viszonyok között valóban egy igen kedvező ajánlatnak minősül. Az Erzsébet programnak köszönhetően az elmúlt években, most ötödik éve hirdetjük meg az Erzsébet programot, tehát az Erzsébet programnak köszönhetően az elmúlt években több mint 600 ezeren tudtak már üdülni, ebből 300 ezer volt a gyermek. Így azt mondhatom, hogy nemzetközi összehasonlításban is egy rendkívül sikeres, nagyon nagy tömegeket elérő programról számolhatunk be. A nemzetközi elismerősekben is részesült már az Erzsébet program, hiszen ez egy olyan modell, egy olyan szociális, elsősorban a hátrányos helyzetű embereket érintő támogatási forma, amihez hasonló nemzetközi szinten is csak ritkán van. A kormány elkötelezett amellett, hogy az Erzsébet táborokat a jövőben is folytassa, és abban bízunk, hogy az elmúlt négy évhez hasonlóan az elkövetkező években is minél több családot fogunk tudni tartalmas kikapcsolódáshoz juttatni. Én arra biztatok mindenkit, most a jelenlegi körben elsősorban a nagycsaládosokat, a nyugdíjasokat és a fogyatékkal élőket, hogy tájékozódjanak, regisztráljanak a lehetőségekre, és vegyenek részt ők is ebben a tartalmas kikapcsolódásban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó napot kívánok, én is egy tisztelettel köszöntöm Önöket. Az Erzsébet program pályázata, ahogy a államtitkárasszony jelezte, a mai sajtótájékoztatónk időpontjától kezdve 9 órától elérhetőek. Az erzsebetprogram.hu internetes oldalon megtalálja mind a három célcsoport az aktuális kiírásokat. Nyugdíjasok számára kiírt pályázatok két részből állnak. Minden 60 évet betöltött nyugdíjast, akinek a nyugdíja 147 ezer forintot nem haladja meg, hívunk és várunk üdülési programokra, és idén is meghirdettük a most már hagyományosnak mondható fürdőbelépő pályázatainkat. Kb. 25 szálláshely és 87 fürdő az, amelyik várja a nyugdíjasokat majd. A fürdőkben pedig attól függően, hogy hol található a fürdő, 5 és 33 alkalom között vehetnek igénybe fürdőzési lehetőséget. És fontos elmondani, hogy komplexen tudják felhasználni, ami azt jelenti, hogy bármelyik fürdőben igénybe vehetik, sőt a fürdő között akár hetente vagy bármely időszakon belül változtatnak is. A nagycsaládosok számára kiírt pályázat esetében legalább egy szülőt és legalább három gyermekből álló családokat várunk, ahol az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér összegét. Fogyatékossággal élők esetében pedig 18 éves korhatárt, illetőleg a fogyatékossági támogatásban részesülést írjuk elő feltételként. Fontos elmondani, hogy a pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet ebben az évben is beadni. A pályázatok beadására egészen február 29-éig van lehetőség, és a pályázatok elbírálása folyamatosan fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy az alapítvány folyamatosan fogja értesíteni a beadástól számított két héten belül a pályázat nyerteseit. Fontos elmondani, hogy idén is előnyt élveznek azok a pályázatok, akik a tavaly évben nem kaptak támogatást. Új elemként
vezettük be ebben az évben, hogy gyakorlatilag minden pályázótól már csak egy darab irat becsatolását kérjük, egy darab adatkezelési nyilatkozatot kérünk mindenkitől, ami azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag lényegesen leegyszerűsödött már a pályázat bejutásának a lehetősége, tehát regisztrálni kell, kitölteni az alapadatokat, és egy darab igazolást kell csak becsatolni. Ennentől kezdve a pályázatok elbírálása gyakorlatilag automatikusan meg fog tudni történni. Több mint 700 helyszínen segítenek a pályázat beadásában. Valamennyi kormányablak a mai naptól várja a pályázókat. Regisztrációban, e-mail címkészítésben, adatfeltöltésben, de megállapodtunk az elmagyarország.okkal, az ifjúsági szolgáltatók országos szövetségével, az integrált közösségi szolgáltató tér különböző egységei is várják a pályázókat, tehát még egyszer több mint 700 helyszínen. A nagycsaládosok számára pedig a Nagycsaládosok Országos Szövetsége nyújt a programban való részvételhez támogatást. A pályázat benyújtását követően az alapítvány értesíti a pályázókat arról, hogy nyertek-e ebben az évben a pályázaton. Ezt követően március 31-ig nyílik lehetőség arra, hogy az államtitkár asszony által is jelölt önrészt befizessék a pályázók. Amennyiben szükséges, az alapítvány bármelyik pályázónak postai úton csekket is fog ettől az évtől kezdve küldeni. Ezt követően a pályázók megkapják az elektronikus utalványkártyájukat, amely ettől az évtől kezdve az Erzsébet utalvány plusz elnevezésű több zsebes plastikkártya lesz, amely alkalmas lesz arra, hogy a szálláshelyeken és a fürdőkben fizetni tudjanak vele. Fontos elmondani, hogy annak érdekében, hogy torlódások ne legyenek a fogláskor, a pályázat benyújtását egy időben, de a szállásfoglalásokat elcsúsztatott módon tudjuk végrehajtani ebben az évben. Tehát március 1 és március 31 között nyílik lehetősége a nyugdíjasoknak a szállásfoglalásra, az április hónap pedig a nagycsaládosoké és a fogyatékossággal élőké lesz. Fontos elmondani, visszautalva még egyszer államtitkár asszony mondataira, hogy a 6 milliárd forintos keretösszeg nagyjából másik fele, kb. 3 milliárd forint gyermektáborosztatásra áll rendelkezésre, amely pályázatokat március hónap folyamán fogjuk meghirdetni. A gyermektáborok esetében mind a napközis táborok, mind a nyári, így nevezzük ottalvós táborok meg fognak nyílni, tehát Zánka, Fonyódliget várja a gyermeket ebben az évben is, és új elemként fog megjelenni, hogy gyakorlatilag a tervek arról szólnak, hogy 198 tankerületben napközis táborokat hirdet majd az alapítvány, annak érdekében, hogy az iskola időt követő kb. 3-4 hétben valamennyi olyan gyermek számára lehetőség legyen napközis tábor részvételre, akinek a szülei, illetve maga a gyermek is így gondolja. Úgyhogy összességében én is arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy, és ebben kérem az önök segítségét, hogy juttassák el minél több ember számára ezt a hírt, hogy a mai nap 9 órától az Erzsébet program pályázatai megnyíltak, és várjuk a nagycsaládosokat, a nyugdíjasokat, a fogyatékossággal élőket, és nagyon reméljük, hogy a tavalyi évhez képest még nagyobb sikereket fogunk tudni a program keretében elérni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!